soldato di capo, non è che ne conto un po' di questo. Kedves balladó diákok, én is szívből gratulálok a 12. osztály elvégzéséhez, és nagyon sok sikert kívánok az érettségi, illetve felvételi vizsgálkhoz, minden vágyatok teljesüljön. A diák átadás előtt szeretném megjegyezni, hogy itt az ünnepségen minden osztályból a tanulmányi eredmények alapján az első három helyezett diák részesül díjban, ugyanis a többi tanuló, aki 9-es fölötti átlaggal végzett, és több mint 100 ezeknek száma a dicsérő okleveleket az osztályban vehették át. És akkor kezdődjön a már rég várt pillanat, a díjak átadása. A díjazást az évfolyam elsőkkel kezdjük. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum 9-12-es évfolyam első diákjainak díjazására Dr. Benedek Teodóra egyetemi tanár, városi tanácsos 4000 lejt ajánlott feliskolán. Ebből a 2018-2019-es végzős évfolyam első diákja 1500 lejes italomban fog részesülni. A 2018-2019-es végzős évfolyam diákjai közül az évfolyam első Kis Csenge, 12. A-osztályos tanuló. 99-es négyévi tanulmányi átlagban. A díjakat átadja Máté István igazgató úr és Dr. Benedek Teodóra városi tanácsos. A református kollégium évfolyam első diákját a Marosvásárhelyi Református Kollégium Egyesület 1500 lejes jutalommal részesíti. Az oklevelet és a pénzjutalmat átadja benne a természettudomány emelt szintű angol szak, a 12-es osztály átlaga 9.32, osztályfőnök Albertini Zoltán tanár úr, 23 diák végzett 9-es fölötti tanulmányi átlaggal. Első tanuló, Kis Csenge, 12. osztályban 10-essel végzett. Második tanuló, második helyezett, Csepri Leel Csongor, 9.90. Harmadik helyezett, Benedek Bianca Krisztina, 9.77-es tanulmányi átlagban. A 12. B-osztály következik, természettudomány, emelt szintű angol-német szak, osztályfőnök Nagy Judit Emőke tanárnő. Osztályátlag 12. osztályban 9.05. 14 diák végzett 9-es fölötti tanulmányi átlaggal 12. osztályban. Első helyezett Nagy Dávid Márk, 9.82-es tanulmányi átlag. Második helyezett Szövérfi Adrien, 9.79. Harmadik helyen Ritmányi Zsombor, 9.67-es tanulmányi átlag.
12. C-osztály következik, természettudomány szakosztályfőnök György Gabriella Clio, tanárnő, osztály átlag 8,95. Első helyezett Székely Király Attila, 9,87-es tanulmány átlag. Második helyen Kovács Andrea végzett 9,84-es tanulmányi átlaggal, Császár Monika a harmadik helyen 9,83-as átlaggal. A 12. D-osztály következik, társadalomtudomány, emelt szintű német olasz szak, osztályfőnök Sikó Olga Anna tanárnő. Osztályátlag 9,10. Az első helyen Horváth Barbara végzett 9,83-as tanulmányi átlaggal. Második helyezett Nemes Szidónia 9,63-as átlaggal. Harmadik helyen pedig Székely Evelyn Valéria 9,53-as tanulmányi átlaggal. A 12. E-osztály következik, matematika, informatika, emelt szintű angol szak, az osztály átlag 8,77, osztályfőnök Jakab Barna Robert tanár úr. Első helyen az osztályról Popa Müller Viktor Dávid 9,70-es tanulmányi átlagban végzett, második helyezett Szász Csongor 9,61-es átlaggal. Harmadik helyezett pedig Péter Anna Fanni és Ferenc Dániel 9,46-os tanulmányi átlagban. A 12-ből 13 diák végzett 9-es fölötti tanulmányi átlaggal. A 12. F-osztály következik, osztályfőnök dr. Kálmán Attila tanár úr. Az osztály átlaga 9,21 és 23 diák végzett 9-es fölötti tanulmányi átlaggal. Első helyezett Pap Zsófia 9,93. Második helyezett Kolozsvári Mónika 9,80. Harmadik helyen pedig Donokos Ferenc 9,79-es tanulmányi átlag. A 12. G-osztály következik, osztályfőnök Fejér Magdolna tanárnő, matematika, informatika, emelt szintű informatika szak. Az osztály átlag 8,62 és 6 diák végzett 9-es fölötti tanulmányi átlaggal. Első helyen Székely Szilárd Lehel 9,60. Második helyezett Szitai Erzsébet és Tóth Dóra 9,53-as tanulmányi átlaggal. Harmadik helyezett Gábor Anita Renáta 9,43-as tanulmányi átlag. A
Református kollégium két végzős osztálya következik. A diakat átadja Benedek Zsolt igazgató úr és a két osztály osztályfőnökei. 12. alkalom.